Hát sziasztok srácok, én Dolfi 2006 vagyok, és itt is lennék most a legújabb videóban, ahol reagálni fogok Mr. Beast-nek a Squid Game-jére, ezt már megnyitottam egyébként, viszont nem néztem nagyon sokáig benne igazából, és erre fogok most reagálni, szóval ja, kellett már egy tartalmatlan tartalma erre a csatornára, kellett egy reakció videó is. Jó, de hát most na, ez egy olyan dolog, amire nagyon kíváncsi vagyok, és úgy gondoltam, hogy akkor miért ne vehetném ezt most én fel videóra, szóval hát fel is veszem. Ja, és egyébként most van itt egy új facecam-em, szóval hát ja. Hát szerintem amúgy nem olyan rossz. Lehet, hogy még oda kéne valahogy írjam, hogy Dolphy 2006, de na mindegy, most nem is ez a lényeg. Nézzük is akkor meg a videót. Rámegyek erre. Visszatekerek az elejére, és akkor talán még a feliratokat bekapcsolom, bár mondjuk szerintem úgy sincs rendes felirat, szóval mindegy, nézzük meg. I recreated every single set from Squid Game in real life. And whichever one of these 456 people survives the longest wins 456 grand. Na, erre kíváncsi leszek. The first game we're gonna play is Red Light, Green Light. So without further ado, Green Light. Red Light. And as you can see, every single player has a device strapped to them that when they're eliminated, it pops. Chris, you want to have a chance at one? Ez jó megoldották, amúgy. Oh! Oh! Oh no! I know for sure this guy. No. Hey, a guardoknak el szabad levenni a maszkot. Oh, yo, they're dropping. Okay, now some people are getting out. They move right now. They're out. They have to hold this position until we say green light. Ah, de ott állnak közötte. Ez így nem túl jó. We need a green light going. This guy's doing a full squat. Green light. Green light. Oh, they all stop. Red light. Oh, oh, I called it. I called oh. it. Oh, no. Push my glasses up. Okay. Ugye, hogy tudták azt érzékelni, hogy lép? Okay. Are you good? Yeah, perfect. Okay. Green light. Red light. Oh, you're still moving. She was jogging over here. We're gonna go see who's in the very back. You are in dead last. What's going on? I let the others clear the path for me. You literally haven't even moved. A couple steps. We'll see if it pans out. Green light. Yellow. Red light. Oh, that we got her. The yellow light worked. Oh, that was diabolical to throw a yellow light out there. Since 067 was a big part of the show, I'll let you say green light. Green light. Red light. Yo, it'd be funny if she just got out. A few moments later. Azt hittem, ezt jobban túl fogják érni. Oh, that was a loud one. There it is. Hey. Green light. Ám mondjuk ez egy kicsit ront a hangulatom, hogy így ott van Mr. Beast közöttük, meg így a guardok most így rajta minden a maszk. Everyone look up at the TV. You have 4 minutes and 20 seconds left. Yeah, that's the number. Green light. Red light. We have our first two finishers jó, over okay. here. Jó, oké, bejutottak egy páran már. Green light. Kíváncsi vagyok, hogy az idő lejárta után fog-e valaki kint maradni. Five people across the finish line now. We have under 1 minute remaining. Time's ticking. Green light. Red light. You have stepped on the line. You are good. You're good. You're good. Jó, bent van. Red light. Király. Szóval, hogyha megérinted a vonalat, az már jó. Nem kell teljesen átlépni, de hogy az igen, hogy ömlöttek. Á, de és kiesett a végén. Fú, de milyen ideges lehetett. Szóval kint maradtak egy páran, ja, nem tudtak átjutni. Azt a rohadt élet, de jól meg van csinálva. Azért a filmben nem örültek ilyennyire az első játék végén. 232 of you survived. Itt is kiestek egy pára. A Brawl Stars-os izény. Ezt láttam már, ezt nem tudom, indexképpen vagy valahol, de ezt már láttam, ezt a Brawl Stars-os képet. Igen. És ugyanúgy megcsinálták, mint hogy a filmben van. Rohadt jó. Rohadt jó meg van csinálva. Basically you don't think it's umbrella. Umbrella, you're... Did you even watch Squid Game? Yeah. So many of these people are about to get out. Reveal shape number one! Awesome. Oh! Reveal the second symbol! Na nézzük, második. Egyébként
itt most nyilván nem lenne igazságos, hogyha a játékosok tudnák, hogy mi a forma, ezért kellett elrejteni, mivel hát, hogyha tudnák, hogy mi a forma, akkor tudják, hogy az esernyőhöz úgyse szabad állni. Hát a filmben ugye nyilván nem tudták, hogy az esernyőhöz nem szabad állni, mert az a legveszélyesebb, és éppen ezért... Na, értitek. Nézzük. Ott van a háromszög. És hogy már, hogy fogják a fejüket, Jézus Isten, hogy odaálltak az esernyőhöz. Hát igen. Igen, itt vannak. És még ezt is tök jól megcsinálták. Igaz, nem pont úgy néz ki, mint a filmben, de... Ő volt ugye, Gihan. Na nézzük. You just hear them all scraping. Eltörte. I was taking it out of the tin and it just snapped in half. Let's see it. Huh? Ah, igen, szegénynek már volt törve, akkor ki lett volna. Na nézzük. Take your time. You had an umbrella? Yeah. Sorry, bud. Look at this. We have a successful triangle. Aha. Congratulations. Meg ezt csináltam. És eltörte. Nem, és nem. És nem, azt hittem eltörte. Ez a új rohadt jó. Ez jó volt. Ez tetszett. Ez tetszett. Ugye, aki nem érteni most ezt, hát mondjuk igazából, aki nem akart magának most spoilert, az úgyse nézi meg a videót, szóval aki megnézi a videót, az már valószínűleg látta a filmet. Szóval most igazából az történt, hogy lejtett egy ilyen gyújtót azért, hogy ugye ezzel megkönnyítse a játékosoknak ezt kiszedni a formát. Igen, ahogy látjuk, ő itt pont el is törte. Hát, ja. Oh my gosh! Ja, vagy ne? Ja nem, nem törte. Hát úgy néz ki, mintha fele lenne törve, még hosszabb kéne legyen az esőni, ne? Nem tudom, mindegy, GG neki. Egyet, ahogy én is megnéznék, hogy milyen nehéz. Kíváncsi vagyok, hogy lehet ezt kiszedni, hogy ez nagyon nehéz lehet, vagy? Oh my god! Are you serious? 3! Lejárt az idő, és ennyi player kiesett. Gondoltam, hogy lesz valami ilyesmi, de hogy 2000-et most mindenkinek? Hát figyeljétek már meg, mennyien voltak itt. Azt a mindenit. Azért egy ilyen játékra én is elmennék, azért nem rossz. Na nézzük, ki fogja végül megnyerni a fő díjt. Talán még lejjebb veszem a hangot egy kicsit, hogy halljam a saját hangomat. Aha, szóval ők itt most 12-en vannak egy csapatban. Így vannak felosztva. Szóval az 5-ös és a 6-os csapat fog most megmérkőzni. Az amúgy rohadt jó megmecsinálni, és alattuk ott van valami szivacs, vagy valami, nem is tudom micsoda. Na nézzük! Aztán. Ja, és nincsenek is odakötve. Hát mondjuk ez így nem feltétlenül a legjobb, mivel hát... És be is esett. Na, és a Team 5 megnyerte. A Team 5 megnyerte, az 5-ös csapat megnyerte, király. Na nézzük, 2-es és 7-es. Nézzük, ezek közül kik fogják megnyerni. Én mondjuk megtippelem, hogy ők fognak nyerni, mivel nem tudom, valamivel erősebbnek néznek ki. Aha. Na nézzük, mi lesz itt. És be is estek oda, igen. Ők nyerték meg.
A 4-es és a 10-es fog most megmérkőzni. Hú, hát nézzük. Az igen, az igen. Azok azt nem ma kezdték. Hoppá. Majdnem beesett. És be is. Az úgy nézett ki, ha beugrott volna. Várj, hogy mi? Feláll? És aztán beugrott. Mi van? Tehát felállt a csávó, és aztán beugrott? Hát, ja, beugrottak utána a többiek is. Nem tudom, lehet, hogy rosszul láttam, de... úgy nézett ki, mintha beugrott volna utána. A 9 és a 11. 9-11, rohadt, jó? Be is húzták őket. Az a baj, nem tudom... Ez nem tudom, mi volt itt, de ez jó. Az a baj, nem tudom, hogy melyik csapat nyert. Hát, hogyha odafigyeltem volna, hogy mit mond, akkor valószínűleg tudnám, de nem figyeltem volna, és inkább csak pofázok, de na mindegy. Aha, most jön a Marbles, tehát ugye az üveggolyós játék most fog jönni. Aha. Szóval nagyjából megcsinálták azt, ami tényleg ott van a játékban, vagyis hát a filmben. Good luck with your game. Na nézzük, akkor mi lesz itt. És ki is esett. Boom. Amúgy rohadt jó meg, csinálom ez is. Rohadt jó kitalálták. Hát igen, most elmondtak egy-egy ilyen szöveget. Ezek a versenyzők. Kíváncsi vagyok, hogy itt mégis mi lesz. Aha. De várja már! Ezt itt tényleg nem értem, tehát most itt mi a lényeg? Hogy minél messzebbre dobja, akkor miért nem így dobja el? Vagy miért nem dobja meg erősebben? Tehát, hogy ez itt most... Nem hiszem, hogy egy olyan nagy kihívás, hogy egy ilyet eldobja, de mindegy. They want to put $465,000 up to a coin flip. You have to make it sound like that, huh? Tails. It's Tails! Yo! Oh, no! Igen, ő is kiesett. Na nézzük. És kiesett. És akkor most... és ő nyomhatta meg a gombot, amivel kinyírhatta másikat. Igen, azt is, mindegy. Azt kinyírta saját magát, várjál. Mi volt? És kinyírt a saját magát, ja. Még élnek egyes emberek? Ja, hát még van itt. De amúgy tényleg ilyenkor mi van, ha letelik az idő, akkor mindenki kiesik. Az igen, ezt mondom, tehát hogyha nagyon akarnád, akkor el tudnád messzebbre is dobni. És letelt az idő. Szóval, most ilyenkor mindenki kiesett? De mely eddig nem voltak képesek eldönteni, hogy ki nyerje meg, vagy ki veszik sem. Mi ez a Brawl Stars-os izé? Aha. Szóval, az első 16, aki ezt rendesen át tudja fordítani, megy az üveghidas játékra. És itt is van egy Brawl Stars promo. Ja. We have 9 winners so far, which means only 7 places remain. You said you played Brawl Stars? We both did. Oh, you both played Brawl Stars? What are your Igen, itt már össze is gyűltek egy páran. Jó van, hagyjuk ezt a Brawl Stars promót most már komolyan. Thank you. And now you can turn around again. We just filled the room with 16 different mannequins. And here's the thing. They're actually Igen, itt van. Okay, ezek. Aha. Igen, itt most megint szükség volt arra, hogy ne lássák a számot, mert ugye a filmben látták a számot, és hogyha látják a számot, akkor már tudják, hogy mire számíthatnak, és hogy tudják, hogy nyilván nem akar senki elsőnek menni. Éppen ezért hát, hogy ne mindenki az utolsóra pályázzon, ezért most... Ja, megfordították, hogy ne látszódjon a szám, szóval ja. Vagy, ja nem, írja rajtuk, mit tudom, egy koreaiul, vagy valamilyen nyelven, gondolom, hogy hányos, vagy fogalmam sincs, de különböző dolgokat ír rajta. Szóval hát, na nézzük. Ja, hát igen, ott írja a felirat. Ja, mindegy, akkor nem szóltam. Is what order they have to cross in Glass Bridge. In a timely and orderly fashion, you can all go. Erre mondjuk kíváncsi vagyok, hogy csinálták meg, hogy az egyik lesz volna, a másik nem, is ugyanúgy néz ki. Hú, hát ez mondjuk félelmetes lehet.
Akkor is ugye tudod, hogy nincs alattad egy nem tudom mekkora szakadék. Így is mondjuk elég nagy, hát nézzétek meg, akkora egy ember, amit ott láttok, és egy embernél dupla akkora szakadék van itt konkrétan, tehát... Vagy lehet, hogy ez csak így látszik ebből a szögből, de azért nem tudom, én nem esnék le, még így se itt. Tehát, hogy ja, én nem vállalnám be. Ja, és hát persze ott van a Brawl Stars, hát mi más lenne, komolyan mondom. Igen, elmondta, hogy hogyan működnek ezek az üvegek, amik nem üvegek, de na, fogadjuk el. Nézzük. Jó. Az első az jó. Nézzük a második. Másodikos fog menni. Hogy így oldották meg. Ja, hogy így oldották meg. Hát de várjál, már akkor nem lehetne végig sprintelni, mert úgy nem lenne elég idejük kinyitni az egészet. Jó, hát mondjuk ezzel az erővel mehetne közötte is, szóval valószínűleg nem, de na mindegy. Our first loss. If you're wondering where she just fell, don't worry, there's a giant foam pit down there, she's fine. Well now, yeah. Odaugrik, aztán, következőre. Jó, eddig jó. I want somebody past 8 to take the next step. Past 8? I love it, yo. Hey, 3 minutes has gone by. Is anybody willing to go? Clock's ticking. Oh, dear lord. All right, let's see it. Aha. Jó, az egyik az nagyon megy. Nézzük. És jó. Nézzük. Amúgy ezt még esküszöm én is kipróbálnám, ha nem zuhannék le. Hanem csak mondjuk egy kicsit. De így mondjuk így nem próbálnám ki szerintem. Ez túl félelmetes. Még így is, hogy alattad ilyen nézők vannak. Ilyen párnák, vagy nem tudom még. Még így is szerintem durva, hogy akkor átessel, mert nézzünk mekkora szakadék van így is alattad. Hey, every second somebody doesn't step. I'm not moving. All right, just like we thought would happen, they're refusing to move. Let's see who budges. I'm pretty good where I'm. És nem esett le, pedig azt hittem, nagyon úgy nézett ki, meg a zene is pont akkor elcsendesült. One of y'all big numbers take a leap of faith. Yeah, you do back there, 15. Whatever, man. We can all lose. You guys better hurry up. They have 2 minutes. Why are they not rushing? If you miss just three. Na gyerünk. És nem esett le. De jó, de leesett. Mekkora troll volt ez amúgy. Vágott? Gondolom egy gombot megnyomnak és akkor zuhan le. Viszont képzeld el, ráugrik, várja, hogy essen le, megnyugszik, hogy nem esik le, és akkor így pum. Kimegy alatta. Fú, te. Mindjárt ott vannak. Szerintem még valaki tuti le fog esni. Öten ott vannak egy... Izén. Csoda, hogy nem szakad le. Már csak úgy magába. Jó, és akkor meg is van, azt hiszem. Ja nem, még van egy. Fú, hallod, ha most az utolsónál esik valaki, nem tudom, hogy csinál. Ne esd le, ne esd le. Jó. És tovább. De oda meg miért vennek ezek hülyék? Hát a másik... Mindegy. And there were four people still uh-huh. clearly on the platforms when the timer hit zero. The four people were 16, 8, 13, and szóval négy játékos kiesett. Just jump. You're eliminated. You're eliminated. You're eliminated. Get out of here. Thank you for coming out. And all of you are moving on to the final. És itt vannak ezek, akik tovább jutottak, azt a mindenit. Congratulations on making it to the top six. To celebrate, we made you. És komolyan megcsinálták még ezt is. Na nézzük, mit esznek vajon. És esznek tényleg is, és komolyan van itt. Ja, ez jól megcsinálták ezt. I'm probably give most of it to my family, friends. That money's coming home with me, giving 100k straight to my mama. I'm feeling great. Itt most beszélnek egy kicsit arról, hogy mire akarják költeni a pénzt, szóval. 10,000 to Team C's, which all of you should. Na nézzük, az utolsó játékot, ezt itt kíváncsi. Ja, ez egy székfoglalós, komolyan. Azt hittem tényleg megcsináltak a Squid Game-et, hát meg van rajzolva, viszont... Szóval indul a zene. Aha, jó kis Squid Game-es zene megy.
Alright, let's see what happens. Magic. Oh, he got it. I got more, man. Kettő. Direkt pedig néztem, hogy most mi van, valaki, hogy elrontották, hogy ugyanannyi szék van, mint a játékos, mert úgy láttam, mintha mind le lett volna ülve. Aztán közben kiderült, hogy az egyik, az odaült a másik mellé, és ja, kiebb volt, szóval ő esett ki. Aha, és még hozzák ezt is. This chair is öt játékos maradt. Kidobtak egy széket. Na nézzük. Ki fog kiesni most vajon? Hát pedig ő mondta az előbb, hogy ő haza fogja vinni ezt a pénzt. Hát nem ma. Na, indul is akkor a muzsika. Három játékos maradt. Itt már nagyon izgalmas lehet számukra is. Aha, szóval, hogyha előtte leülnek, azért, akkor is meghalnak. És, ja, kiesett. Még egy szék repült. Amúgy arra leszek kíváncsi, hogy amikor ketten lesznek, az hogy lesz megoldva. Nézzük. Ó, te, ketten maradtak. A kettő közül valamelyik fogja megnyerni a Squid Game-et. Nézzük. Boom, rátették. Benne van a koporsóban. És a közül, a sok játékos közül kettő itt van. Na nézzük, az utolsó, végső eldöntő ütközet. Nézzük, ki fog nyerni vajon? Hát, aki éppen azon az oldalon lesz, akkor mikor megállítják, az. Aki éppen ott lesz, akkor. Nézzük. És ott van, és ő nyerte meg. És ő volt a... Hátra is esett. Az igen, hogy örül neki. Hát, ahogy GG neki. Nézzük csak a kommenteket. Á, nem értek igazából semmi érdekeset erről. És ő volt az, aki ezt meg... Az igen. Azt a rovat, és ez valódi pénz vajon, vagy ez csak ilyen papír, és majd amúgy utalni fogják. Nem tudom, de minden esetre úgy jól néz ki. És ennyi. Itt a vége, fussa véle. Hát szerintem rohadt jól megcsinálták. Most képzeljétek el, mennyi munka lehetett itt ezeket a helyeket mind megcsinálni. Most komolyan gondoljatok csak bele, hogy mennyi hely, én is. Mennyi idő lehetett minden egyes helyet megcsinálni, mindent kialakítani úgy, ahogy kell. Ezt a rengeteg embert ide hívni, hát zseniális, amit Mr. Beast összerakott. Le az összes kalappa. Na de, hogyha tetszett volna ez a videó, akkor lájkoljátok azt, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha nem szeretnétek még lemaradni. Másfajta videókról, nem csak reakció videók lesznek. Nem lesz most egy ideig reakció videó. Tudom, hogy ez pont egy olyan tartalom, amit nem mindenki szeret, és sokan igénytelennek tartják, amiben igazából van is valami, mivel hát sok minden nem kell csinálni, mint reagálni valamire. Tehát egy ilyen nulla munkával, nulla belefektetett munkával is lehet tartalmat csinálni, és ezt nem szeretik az emberek benne. De úgy gondoltam, hogy erre most muszáj reagáljak, szóval hát ja. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!